Most megkérjük az ország és a világ legidősebb huszárparancsnokát, Nagy Kálmán huszárezredest, hadtörténészt, aki már a 99. életévében jár. Jóisten, ilyen egészséget látja őt. És kérjük Csepin Pétert, hogy csapatával együtt tegyen jelentést a huszárparancsnoknak. Ezredes úr Csepin Péter, huszárkapitány, alázatosan jelentem a díszegység 120 szentelése a felsőnek. Köszönöm szépen a jelentést! Szívem, lelkem melegebb lesz és boldogabb. A huszár szívem jobban dobog, amikor a huszár és a magyar hősi hagyományoknak az őrzői megjelennek köztünk. Erősítik a nemzeti tudatunkat, a magyarság tudatunkat, büszkeség tudatunkat, mert nekünk nem szégyenkezni, hanem büszkének kell lenni magyaroknak, hogy magyarok vagyunk. Szóval el fogom mondani a hagyományunk fontosságát. Most nagyon köszönöm a kedves Bakonyi Magyar Hagyományos Csoportnak a megjelenését. Ilyen tisztelt, kedves Vince atya, kedves magyar testvérek, a párosoknak ebben a csodálatos völgyében az a dicsőséges magyar szerzetes rend alapult, Boldogözsébe szülőhelye és sírja. Mindannyian csak boldog lehetünk, hogy végre 1100 év után megemlékezhetünk arról a magyar nagyfejedelemről, Árpádról, aki a legnagyobb magyar hadvezér volt, akinél többet senki nem adott a népének, mint ő, mert hazát teremtett, hazát biztosított. És a más, tehát a megemlékezés őróla az ad arra alkalmat, hogy 907-ben halt meg az adataink szerint. Hogy pontosan a csatában esett el, vagy nem, ezt nem tudjuk. Mindenre büszkék lehetünk rá, mert olyan kiváló katonai szervező, államszervező, államfő, olyan politikai zseni volt, császárokkal szövetkezett, és nem egy menekült hordának volt a kapitánya, vagy vajdája, ahogy írták a történetek. Egy magyar nagyfejedelem volt. A 907. év pedig arról nevezetes, és arra emlékezünk, hogy a Pozsony csatában a magyarok szétverték az egész frank, germán, bajor sereget, akik Magyarország ellen támadtak, és meg akartak bennünket semmisíteni. Az iskolában azt tanították, hogy a magyarokat szétverték Augsburgnál. Ez nem igaz. Augsburgnál egyetlen magyar sereg szenvedett vereséget. Pozsonynál, utána üldözve, Augsburgnál pedig az egész frank, bajor, német sereget szétverték, és nem csak egy pár évtizedre, hanem 907-től 1031-ig egyetlen sikeres német támadás a magyarságot nem érte. Ez a különbség a kettő között. A magyar hagyomány őrzésnek ez a kedves szép ünnepélye, amik itt alakul, amik eddig is elhangzott már, az ugye mindannyiunk szívét melegséggel tölti el, boldog lehetünk, hogy a mi országunkban végre a magyar hagyományról is megemlékezhetünk, megemlékezünk, és vannak fiatalok, vannak hagyományőrző huszárok, vitézek, különböző történelmi eseményeknek a őrzői, és mindannyian kell, hogy ezt tudjuk, hogy a magyar történelem, a magyar nép ősi származása, a magyar nyelv, a magyar írás, amely a magyar népnek a műveltségét, a kultúráját mutatja,
erre büszkék lehetünk. Ez el volt titkolva, el volt laposítva, meg volt hamisítva. Ilyen az igazság. És sajnos most pedig szintén azon működnek egyes elemek, hogy például a Turul szobort le akarják bontani, a Turult, az Árpád háznak volt a szíve, lelke, tudjuk, hogy Emese álma a Turulról, az a magyarságnak egy ősi emléke, a Turul, amikor én gyerekkoromban illetve a versekben azt arra emlékszem, hogy Turul madár száj, és ők meg ne állj, vidd el a mi üzenetünk, lesz még magyar nyár, lesz még Kikelet, Kolozsvár és Budapest felett, ha elpusztul országunkból a rabló sereg. Évtizedekben öt olyanokat hajtottunk végre, Lóháton, amelyek több ezer kilométert töltöttek fel, így eljutottunk Szicíliába, le Gibraltárba, Spanyolországba, Portugáliát megjártuk, Törökországot. Tavaly pedig olyan évet írtunk, amikor a 450 éves nándorfehérvári diadalra emlékeztünk. Valamint egy olyan pálos jóslat, látomás indította minket egy utunkra, amely abból állt, hogy ha valaki Lóháton fegyverben megkerüli az ezer éves határokat, akkor az országnak a sorsa jobbra fordul. Ezért hat ember tavaly május végén elindult, hogy megkerülje Nagy Magyarország határait. Föllovagoltunk a Garam völgyében egészen felvidékig, amit most Szlovákiának hívtak. Aztán átléptünk Lengyelországba, Kárpát-Ukrajna, Erdély, a mai Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria, majd fent felvidéken fejeztük be a tört, és szeptember 18-án értünk ide vissza a Pirisbe, ugyanis Dobogókörről indultunk. Berhidai Tamás szertartása indított el minket az utunkra, és ő is zárta le szeptember 18-án ezt a utat. Hogy az ország sorsa az változott-e vagy sem, azt látjuk a szemeinkkel. Ez egy folyamat talán, amit elindítottunk, mindenkinek dolgoznia kell rajta. És azt kell mondanom, hogy az egész utunkon nem tapasztaltunk magyar ellenességet. Mindenhol figyelmeztettek rá minket, hogy vigyázzatok, mert a szlovákoknál ebben a ruhában ne jelenjetek meg. És végig Lóháton és fegyverzetben, tehát ebben a ruhában, és még íjakkal kiegészülve jártuk végig az utunkat. Amire nem lehet azt mondani, hogy egy sima kis túra, mert az úton két lovunkat elvesztették. Tehát nem adják ingyen ezeket a dolgokat. 4700 kilométert lovagoltunk, és ez 120 napba kellett. A 120 napból 43 esős volt. És 18 pedig úgy, hogy egyfolytában esett az eső. Nem szállodában aludtunk, hanem ott, ahol éppen ránk esteledek. Azt kellett néznünk, hogy a lovak hol tudnak legelni. És azt kell sajnos mondanom, hogy sehol sem voltunk láthatatlanak ezen az úton, egyedül akkor, amikor visszaérkeztünk Magyarországra, és Dobogókörről Várpalotáig lovagoltunk. Egyszerűen, mint hogyha nem vettek volna észre minket az emberek. Határátlépéssel egyedül ott volt gondunk, amikor Szlovákiából vissza kellett léptetnünk Magyarországra. Tehát kint nincsen gond, itthon van baj. Sajnos ezen nagyon-nagyon mélyen el kell gondolkodni. Szlovákiában templomokat nyitottak ki nekünk, hogy legyen hol aludnunk. Szerbiában olyan szerb ember, aki nem beszéli a mi nyelvünket, de a Kárpát-medence lakójának tartja magát, azt mondta, hogy menjetek, mert értem is teszitek. Idehaza mi van bennünk? Fel kell élni. És talán az valami reményt csöpögtett belém, hogy ezekről az utakról előadást tartunk, és a közönség az nem nagyon változik, viszont mivel már több mint 10 éve ezzel foglalkozunk, azt látom rajtuk, hogy egyre jobban fordulnak felénk. Hát volt, amikor még szkeptikusak voltak, vagy azt mondták, hogy azért mennek lovon, mert van idejük, nincs munkájuk. Ma azt mondják, hogy de jó, hogy valaki teszi, legalább a gyerekeknek lesz kire felnézni. Reméljük, hogy jó csinálsz.